Már fél órával az ebéd kiadása előtt gyülekeztek a nyugdíjasok a Városi Szociális Szolgáltatási Központ előtt. Az idősek étkeztetése a koronavírus járvány miatt március közepétől több mint két hónapig szünetelt. A kifőzde május 18-án szigorú higiéniai előírások betartása mellett kezdett újra működni. Az ételkiadás egyelőre nem az épületben történik. Sajnos ez az időszak elég gondot okozott a klienseink, illetve a városi hivatal számára is, ugyanis nagyon sok olyan kérés volt, amelyet éppen a kifőzde működtetésének tiltása miatt nem tudtunk teljesíteni. Amint lehetővé vált a kifőzde újraindítása, ez meg is történt. Sajnos arra továbbra sincs lehetőség, hogy biztosítsuk az ebéd házhoz szállítását, de a polgármester úrral történt munkaértekezlet következtében ennek a megoldását is keressük, és bízunk abban, hogy a elkövetkezendő időszakban fogjuk tudni majd ezt is biztosítani. Ott elfogyasztani az ebédet nem lehet, és egyszer használatos ételtartóban kell ezt elvinni. Hegyi Ida 3 éve jár a kifőzdébe. Örül ennek a lehetőségnek, mert jutányos áron tud ebédhez jutni, ami egy nyugdíjasnak nagy segítség. A járvány idején próbált otthon főzni, így azonban jóval drágább lett az ebéd. Örültem neki, mert beteges is vagyok, és aztán örültem, hogy így hozzájutottam az ebédhez. Úgyhogy hát most, hogy lezárták, egy kicsit hiányzott, de annyira nem, mert még hál' Istennek emígy jó állapotban vagyok, tudnak főzni. De viszont ez annyiból jó, hogy a mi gyomrunknak, a mi egészségünknek a legfelelőbb. Nagyon jó főznek, meg vagyunk elégedve, mert se nem zsíros. A kifőzde mostanra újra teljes kapacitással működik, ami napi 110 ebédet jelent. A 80 év alattiak 1,30 €, a 80 évnél idősebbek pedig 1 eurót fizetnek az ebédért.